Éljen oda! Ne úgy idejönnek, itt jobban látom a tévét. Mama, mit iszik? Kis édessát kérek szépen. 2,5 deci törkölyt a mamának. Nekem meg 3x3 decit tisztán. Magának milyen tévéje van, mama? Nekem olyan tévém van, hogy van egy kis ablak rajta, azt egy csirke forog így körbe-körbe. Az van leírva, hogy Maulinek se. Az jó tévé. Jó tévé. Sok nézzük, mi megy már ma. Aha, a szláv válogatott. Nazbulatov, Arka Gyurgyevics, Gyajics. Múltkor én is kimondtam az egyiknek a nevét, az kirepült a fogsorom. Fári bácsit kéne, mert már legalább egy órája nem látott tévét. Radován, Karadzsics meg Nemics, amikor kedve van, csak akkor. Akkor Radován, amikor ott van, mert az volt, a Pátyi Pityit ő most jövök. A Pátyi Pityinek olyan antennája van, hogy az mindent fog, még a legyet is. Én azt mondom magának, elvoltunk az elmúlt héten lakodalomban. Na. Ó, és szép számenyeske jut velem szemben, mondom, megyünk. Oda tett, belecsaptam a fejem a pacolba, mondom, csak ezek valami. De be volt kapcsolva a tévé. Na. Az asszonka szembe jut velem, én még néha néztem a tévét. Az anya Jóstenyt. Azt mondja, ambi pur. Azt hogy kell megenni? A cseppember üldögél csak a bilin. Jött egy nagy vastag kutya. A kisgyerek még elszólta magát, még a kutya is kiszaladt. Azt ismerem, ne bízz az északi szélre, azt ismerem. Ismerem. Nem bíztam én semmire, de ettem volna pacalt. Egyszer azt mondja másik asszon, Judit, hogy a korpás volt. Jó étvágyat kívánok, mondom én. Nézze, most kezdődik a gyöplabda. A tehénnel megnéztem utkos nelbe is. India, Pakisztán, azt mondja, ismerem. Pakisztán, ott van az én unokám, ilyen kis fehér por miatt bekerült a börtönbe. Hát megtalálta a számítását, nem mondom, van ott minden koszmekvárté. Sőt, már harmadóták is. Ne mondja, Kati mama, mennyit kapott? Most már csak 140 év van vissza, kigyűhet. Hát, az a Radován Karadzsics, azt nem értem, azt a Karadzsicsot. Megmondom, mit nem értek benne. Azt mondta a murgóra izébe, nem a strandabdán volt, a Mag 7-esen ment, nem. A izé ment a magyaron ment. Nem, a Sky One, azon ment. A Sky One, ott ment, igen. Az Onén az a hadcsöcsű megy, azt nem. Ez a Radován Karadzsics, az a borzolt fejű. Azt mondta a híradóba az ember, aki oda volt írva, a valami angol ember oda írta, hogy majd de burk de bár de bár, nem tudom a nevét, mert angolul úgy írják, hogy zongor, azt úgy érdik, hogy kefe. Hát francet, hogy onnan. Az a lényege, hogy ez a Radován Karadzsics, ez kimen Nevjorba, de azt mondta, nem maradott, hogyha visszamegy, úgyhogy inkább ott marad és megvárja még. Ha nem ment el, akkor ott marad és akkor el se indul. Én meg láttam egy rettenetes nagy vesztelet. Na, vesztelet! Indiánok, miért? Húztálabú! Egyszer megáll egy nagy csúnya ember indiána szemben. Indiánból? Elővette. Lapja bune domnule. Csöfácsi. Hú, mondom, és egy... Milyen indián volt ez? Veszter volt. A Funár Gyurka. Elfoglalt a Grand Canyont. Funár Gyurka? Román indián volt. Román indián volt? De mit mondott? Unudolt egy patlucsin, sasszé, sapra, ott lővi, zacsé, adid a dácsiát. Nem volt jó a dácsia, mert lerögt a bácsia. Perc, az ismerem. Pénteken nem szokták nézni a tévét. A strandabdában nagyon érdekes dolgok van. Nem, az három betűsor az RTL-en van, a hadcsöcsű. Ott van a csöcsö. A Hugo Border. Pénteken egész Európa nyuszizik. Én utka bementem, az a neve, hogy sex shop. Ne nevessenek, ott látok előttem, emlékszem ahogy. Mentem oda, aztán fővettem egy ilyen kis rutfélét. Beraktam két elemet a hátuljába, de nem működött, mert nem világított semmi, csak így rátok ezeneket. Hát az lökésgátló zsiguriba kell behelyezni a izébe. Rossz utakon beteszi ezt a lökésgátlót. Egyébként voltam én is egy ilyen alkatrészüzletbe, Stockholmba, elmentem. Na. Alkatrészüzletbe, bementem. Mit csináltottam? Mit vettem? Az asszonynak beépíteni kuplungtárcsát, ne hülyeség, mit vettem. Egyébként a magyar offset nem szabad használni. Miért? Nem jó, középen behajlik, nem jó. Már olyan korán kelek, le se fekszek. Lélegetem hajlalba, kukuriku, ott van falu tévé. Kukurikba meglátják, Henkel minőségbe, persze. A béni gazdát reggel, majd meglátják, mondta. Nem tudom, mit kellett meglátni, mert olyan takony részek volt az öreg már megint. Általában külföldi vendégmunkásokat dolgoztam. Hol van hát? Pedig magyar emberek azok. Hogyha? Egyikhez odahívták, azt mondja, hát az nincs is bejelentve. Hát hogy ne volna bejelentve? Hol van bejelentve? Hát Bombayban a rendőrsége, hol van a bejelentve?
Én csináltam egy limitedet a tehénnel, meg BT-m is van ma vele. Jó jártam, mert a tehén lepényt leírhatom az adóból. Én meg azt mondom, Simai Gyurkának, hogy a jó szeme 70 hektár be tudsz szántani. Ellopták a taktóriát a keletiek. Ukránokkal. Ellopták az ekét, kiszaladtak, hoztak egy T-55-ös sivatagjáról harckocsit, befogták, ambipút. Minden nap új varázslat, minden nap új varázslat. Meg szeretem még a riglit, szeretni kell. Hiszen a rigli, az jó a rigli. Na, egy másik ember meg egy késői szakai műsorban, de nagyon messziről beszélgettek vele, üvegfal mögött volt. No. Azt mondja, hát magával mi volt Miska bácsi? Azt mondja, ő az elmúlt rendszerbe fültőn vágott egy perzekutort. A mindenit. Úgy meg ilyet, 18 évig ott aludt a kacsaholba. Azt, mikor megvolt a rendszerváltás, lesákányozták róla a kacsaszart. Olyan büdös maradt az ember, csak 30 méterről beszélt. Nem a kacsaszarba akadt el a csákány, hanem a trikójába. Egyébként láttam egy ilyen pipesót. Mi volt benne, csirke? Pipesó, be kellett dobni egy izét, egy ilyen pézetet, fölment a redőny, azt ottan ilyen nők ottan izetlenkedtek ottan. Lóbáltak a tejcsárdát. Aztán, amikor kezdtem jobban oda nézni rá, puf, lement a redőny, azt oda csípte. Volt egy ismerősöm, azt már Tirolba szerződtették énekelni. Az már jó dizik azóta. A betétben most a Libressz a legjobban, az 6,5-öt fizet. 4 hónapra. Befizette az adót, Feri bácsi? Hú, de befizet. Mind a múlt állatra befizettem. Idefél, azért... A maga szellemi szabad foglalkozású kedvezménye van. Hát még van 2 hetem szabadon, aztán már lesz egy kis gondom. Kijöttek az adóellenőrök, azt állítólag ásatásokat végeztek a kertemben, hogy én elrejtek ott mindent. Mit találtak? Aztán megtaláltak a trójai temetőt, megtaláltak ott alattunk valami ókori temetőt találtak nálunk ott, ezért be kell fizetni az adót. Bizonyám. Képzeljék el, volt egy történet, ezt elmondom maguknak, a temetőről teszem be. Hát, 70-es években a Brezsnyev, tudják, a Brezsó fejű, izé. Brezsó fejű sétálottan a Kremlbe, evesít, a izé mondta el, a Pátyi Pityi mondta. Az mindent tud fogni az antennájába. Persze. Annak olyan legyen. Múlkor elfogta a kontrámat. Szóval az a lényeg. Megy a Brezsnyev a szemöldökével együtt, mert külön volt a szemöldöke. Ezt minden reggel felszerelték rá, hogy le ne essen neki. A Brezsnyev állítólag úgy működött, hogy reggel 6-kor főhozták, azt esik... Nem ez volt a lényeg. Állítólag a Brezsó sétált ott a izébe, ott a báson, a Kremlóba. Na, hajna 4 óra van, kiment, mert valami problémájából, jön vele szembe csontváz. Hát ez majd hanyat vágta magát, nem nézte ez a horrorfilmeket, azt mondja, ki az Isten gyila vagy te, majd mindjárt jól lecsukatlak itt. Azt mondja, hogy én kívánok, második Katalin cárnő, gárdatisztja, itt is értek. Hát ez majd összecsinálta magát. Ha őrség, őrség, senki nem jött, jön megint egy csontváz egy 1/2 órával később. Azt mondja, mi a rohadt életben van, azt mondja, ki hol az őrség, te ki vagy? Azt mondja, Miklós cárnak voltam a gárdatisztja, most jöttem kísérteni. Na, de bepívult a Brezsó, föltült a szemöldökét, minden. Jön megint egy csontváz, azt mondja, rohadt édes jó élet. De hát te meg melyik cárnak vagy a gárdatiszt? A gárdatiszt a franc, 4 órában megyek dolgozni. Na most a betétnél tartottunk. Bizony. Úgy tűnik... Hogy láttam egy műtétet is a izében. Ilyen műtétet még nem láttak a televízióban. Szervátültetés volt. Férfi hímtag átültetés volt. Na. 2 képviselő helyet cserélt a parlamentben. Fogták az egyik képviselőre, hogy az nem is férfi. Pedig úgy hívják, hogy Szabó, hogy kis, nem is tudom. De nem férfi, azt mondták, hogy nőnemű. Hogy? Mert betétje van neki. Hol? Bécsben, a Centrálbankban. Minden nap új varázslat.